arcolót és égnek éget, arcolántás éget. A Befogadlak baptista gyermekotthon lakói verssel és füligérő sztállyal köszönték meg a krémcukrászda ajándékát. Több tucat doboznyi különleges sütemény került a karácsonyfa alá azért, hogy szebbé tegyék az ünnepet. Az intézmény vezetője azt mondja, nagyon sokan állnak a gyerekek mellett, sok felajánlást kaptak az idén is. Nekik ez jelenti a karácsonyt. Tehát ez a, amikor egy picit a hétköznapokból kiszabadulunk, és amikor egy picit róluk szól minden, amikor el vannak halmozva. Tehát ugyanúgy, mint egy családban is, az ünnepekkor, vagy a nagymamánál, ez nekik ilyenkor ezt jelenti. A krémcukrászda évek óta támogatja az otthon lakóit. A tulajdonos azt mondja egyszerűen azért, mert kötelességének érzi azt, hogy segítsen azokon, akiknek szüksége van rá. Nekünk nagyon jól esik adni, örömet szerezni a gyerekeknek. Felelőssége tartozunk a város lakóknak, itt ugye Törzsgyökeres székesfehérváriak vagyunk, és úgy érezzük, hogy ahogy tudunk adni, akkor adjuk, akiknek szükségük van rá, és örömet tudunk okozni nekik. A sütemények mellé idén játékok is kerültek a fa alá. Az egyik székesfehérvári vállalkozó döntött úgy, csatlakozik a cukrászda kezdeményezéséhez, és olyan játékokat vásárol a gyerekeknek, amikre nagyon vágytak az otthon lakói. A társadalmi szerepvállalás ez egy rettenetes fontos küldetés. Az, hogy az ember az életben egy jobb lehetőséget tudjon másoknak biztosítani, ez egy rettenetes, fontos öröm, és a társadalmi szerepvállás nélkül azt gondolom, hogy nem tud az ember teljes életet élni. Úgyhogy én örömmel vállaltam ezt a felkérést, és ezt teszem majd a jövőben is. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb! Ez már a Frim Jakab otthon, ahol szintén ünnepi vers és karácsonyi dal töltötte be a teret. Érezd, a szeretet hogy boldogít téged? A krémcukrászda a fogyatékkal élőkre is gondolt, és egy jó nagy adag süteménnyel ajándékozta meg az otthon lakóit.